Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Innen az Tapolcai Egészségfejlesztési Irodából szeretném bemutatni az új professzionális készülékünket, ami a mérési eredményeinket nagyban, illetve a munkánkat nagyban segíti. Ez a készülék idén került hozzánk a 2020-as pályázati projekt keretein belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma jó voltából. Szeretném megkérni Havasi Gábort, hogy legyen a segítségünkre, és bemutatjuk, hogy is zajlik tulajdonképpen ez a mérés. Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik a tavasz közeletével életmódváltásra adják a fejüket, és szeretnének életmódot váltani, a sportolókat, illetve mindenkit, aki kíváncsi a testösszetételére egy pontosabb formában. Sokkal pontosabb eredményt kapunk ezzel a készülékkel, mint a korábbi mérőeszközünkkel. Maga a mérés úgy történik, megjelenik a kliens, akit mérni szeretnénk, leveti a cipőjét, zokniát, és a legkevesebb ruházatban feláll a készülékre. Beállítjuk a helyes testtartást. Készülék megméri először a testsúlyt. Figyelni kell, hogy a karok ne záródjanak nagyon a törzshöz, hogy a mérés minél pontosabb legyen. Aki szeretne eljönni a mérésre, van egy-két fontos információ, amit tudni kell. Akinek szívritmus szabályzója, pacemakere van, illetve terheseknél nem végezhető a mérés, mivel mikroárammal, elektródákkal történik a mérés. A mérés előtt fontos tudni, hogy egy órával ne fogyasszon folyadékot, két óra szünetet kell tartani az étkezést, tehát a mérés előtt két órával ne fogyasszon táplálékot, fém ékszereket ajánlott levenni a méréshez, illetve fontos még tudni, hogy a mérés előtt érdemes a mellékhelyiséget meglátogatni, mivel a szervezetben felhalmozódott salakanyag vizelet kevésbé pontos mérési eredményt fog nyújtani. Egy pár másodperc, és meg is kapjuk a kinyomtatott értékeket. Én szerintem egy szűzlapon fogom bemutatni, meg tudják nézni a kedves nézők, hogy nagyjából mik azok a dolgok, amit ezzel a készülékkel mérni lehet. Ez a készülék méri a testsúlyt, a testzsír százalékot, meg tudjuk tekinteni a testtömegindexet, a végtagokra lebontva a zsírmentes tömeget, illetve a testzsírt. Itt ugye ez arra világíthat rá, hogy az izomzat szimmetrikusan alakult ki a jobb és bal végtagon, illetve testrészen, avagy sem. Ír a készülék egy fittségi indexet, ajánlott testtömeget, a mért értékek alapján mi az a testsúly, amit ajánl a készülék, a testzsír ból esetleg kell arra törekedni, hogy csökkentsük, illetve az izomzat mennyiségére is egy ajánlott értéket. Készülék értékelése kimutatja a derék csípőhányadost, illetve a zsigeri zsírt, aminek az emelkedett értéke arra utalhat, hogy a hasi területen túl sok testzsír rakódott le, és az itt lerakódott emelkedett érték szív- és érrendszeri problémák kialakulására, agybérzésre, sztrókra és kettes típusú diabéteszre, cukorbetegségre hajlamosít. És az értékelés végén pedig a mért eredmények alapján felajánl a készülék különböző sporttestmozgásokat, és személyre szabottan megadott értékekkel, hogy fél óra sporttevékenység végzése során mennyi az a felhasznált kalória, energia mennyiség,
amivel csökkenthető az esetlegesen csökkenteni kívánt testsúly. Ajánlott 3 havonta megismételni ezt a mérést, hogyha valaki komolyan életmódváltásba kezd, és érdemes megjegyezni a ruházatot is, hogy minél pontosabb eredményeket tudjunk vele mérni. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkit várunk sok szeretettel. A járványügyi előírások, szabályok betartása miatt kérjük az érdeklődőket a telefonos időpontos egyeztetésre. Köszönöm szépen a figyelmüket, várunk mindenkit szeretettel.